Sziasztok! Beszélgessünk a bázisoknak a pontos beméréséhez, amivel a FÖMI-vel és az egyéb magyarországi szolgáltatókkal stimmel a jelünk. Ezt az egészet úgy lehet legegyszerűen megcsinálni, belépünk a PI-be, kiválasztjuk a logzot, és keresünk itt egy olyan napot, amikor lehetőleg teljes a napi rögzítésünk. Ez azt jelenti, hogy itt például lehet látni, hogy vannak ilyen 70 megás, 100 megás fájlok, ezek nem teljesen, 170 megabyte környéke az, ami biztosan egy napot jelent. Kiválasztjuk itt ezt a fájlt, rámegyünk az NRCon-ra, rákattintunk a Linux fájl kreálására. Jó, sikeresen megvan a Linux fájlunk, akkor ezt letöltjük. Az NRCon oldalra regisztrálnunk kell, belépünk, kiválasztjuk azt, hogy ITRF, és itt alul pedig kiválasztjuk a Linux fájlunkat. Rányomunk a Submit gombra, ez föltölti a kanadai weboldalra, és fogunk róla kapni egy e-mailt, amiben meg lesznek ezek az eredmények. Jó, megvan az NRCon-os mérésünknek az eredménye, itt rákattintunk a Summary gombra, úgy, ahogy van, ezt az egész summary-t innen kimásoljuk, beillesztjük ide ebbe a szöveges dobozba, figyelünk arra, hogy ne legyen új sor itt az elején, rákattintunk a számolyra, ő kiírja itt az epokot, kiírja a koordinátáinkat, egyébként az epok az magából ebből a részből jön, a koordinátáink pedig innen. Megnyitjuk ezt az ECTT alkalmazást egy új lapon. Itt már be is van állítva az epokunk, többi dolgunk, nincs semmi más feladatunk, mint ezt innen kimásoljuk. Visszajövünk ide. Rákattintunk erre az alkalmazásra. Ide beillesztjük az egész első sorozatot. Kimásoljuk a legutolsó számot, és kivágjuk a legutolsó számot pontosabban. Utána kivágjuk a középső számot. Itt kiválasztjuk a geocentrikus XYZ-t, amit pedig kiválasztunk egy Németországot, avagy Deutschlandot. Rányomunk az átmásolásra, és utána effektíve egy paraméter, két paraméter, három paraméter, ezeket kell visszaütni a Raspberry Pi-be, méghozzá a main service alá. Ennyi lenne a bázispontos bemérése. Sziasztok, Unis Balázs voltam. Ha tetszett, iratkozz fel. Érkeznek még videók az automata kormányzás összerakásáról is.